több mint 2,2 milliárd forintot nyert el elsősorban az élelmiszer piac építésére, fejlesztésére összesen 20 a főváros vonzás körzetében fekvő település, illetve 10 ezer főnél népesebb Pest megyei város önkormányzata. Ülőn fog épülni egy vadonatúj piac, és Pécelen pedig meg fog újulni a piac. 150 és 100 millió forintos nagyságrendben. Ami azt jelenti, hogy a helyi termelők, a helyi előállítók megfelelő térben, megfelelő helyen tudnak árulni, és a, a az itteni lakosok pedig méltó körülmények között tudnak vásárolni. Nyálon az elmúlt időszakban több tragédiával végződő tűzeset is történt. A sajnálatos balesetek elkerülése érdekében a megelőzés a legfontosabb. A katasztrófa védelmi szakember szerint a fűtő berendezések időszakos felülvizsgálata minden esetben rendkívül lényeges.